Sziasztok, én Forzor vagyok, és a mai videóban egy kicsit más lesz, mint a többiek, ugyanis most ilyen bűvész kollekció bemutatós videó lesz. Végig fogok menni a különböző kártyáimon, kellékeimen, és megnézzük, hogy mi van itt nekem. Én szeretem ezeket a videókat nézni másoktól is, úgy gondoltam, hogy én is csinálok most egy ilyet. Viszont sajnos azt el kell mondjam, hogy nincs olyan sok, rengeteg sok kellékem, meg trükköm, viszont amennyi van, azt majd mind be fogom mutatni. De akkor is kezdjünk is bele ebbe a videóba, ennek három rész lesz. Az első részben a kártyákat, a másodikban a művész kellékeket fogom bemutatni. A harmadik részben pedig három nagyon jó tippet fogok adni nektek a különböző ilyen tároláshoz, hogy hogyan lehet jól ilyen trükköket tárolni. Ezekhez a részekhez az időpontok itt is, illetve a videó leírásában is ott vannak, rögtön oda lehet kattintani, és akkor rögtön oda lehet menni a következő részhez. De akkor most kezdjünk is bele a kártyákkal. Egyrészt van itt egy ilyen 6 darab szebb kártya így kirakva, így ilyen szépen egy ilyen polcra. Ezen kívül még egy polcba, itt vannak itt különböző kártyák, illetve ilyen fiókba, egy illetve kettőben. Olyan dolgok találhatóak itt, mint például. Hát van itt ilyen sima, néhány ilyen sima kártya, amit még ugye lehet használni, van közöttük bontatlan is. Találhatóak itt ilyen kisebb trükköcskék, ezekben ilyen kicsi trükkök vannak, itt szoktam őket tárolni ilyen pici kis borítékokba, hogyha csak ilyen párlapos trükkökről van szó. Ezen kívül itt, ahogy láttátok is, van különböző, igen, ez itt mind nagyjából kivéve. Ez ilyen trükkös paklikra is van írva, például vannak GIF kártyák, dupla oldalúak, meg ilyenek. Ezen kívül van Invisible Svengali, mindenféle dolog, illetve különböző trükkös paklik, valamint itt egy másik polcban fölötte találhatóak ilyen különböző kártyák, ezek így nagy részben vannak így gumizva, ezekben ugyanolyan kártyalapok vannak, hogyha például valamilyen trükkbe kell ilyen dupla oldalú lap, akkor ezeket itt meg tudom találni, vannak jokerek, mindenfélék, elég sok, és ezek így ezek a használatban lévő kártyák, viszont ezen kívül még van egy egész doboznyi, hogyha ki tudom venni. Egy egész ilyen nagy dobozi olyan kártyák, amik már rosszak. Egy ilyen nagy doboz vettem hozzá, hogyha majd még lesz, akkor bele tudjam tenni. Ezeket mindig elrakom, és ez így nagyjából így teli van. Már nincs teli, csak úgy félig se. De azért elég sok van. Valamint ezen kívül itt egy másik dobozban található egy egész doboz olyan ilyen régebbi kártya, amik már régiek, és már igazán nem jók. Semmire, úgyhogy itt vannak még ezek is. Úgyhogy a kártyákból ez nagyjából ennyi. Ezen kívül még ugyanebben a kicsi fiókban, ebben található a különböző trükkök. Ezek ilyen aprócska kis trükkök, vannak benne ilyen chicagói golyó, van ilyen ragasztó, ez nagyon jó kis ragasztó, illetve különböző ilyen kicsi random trükkök, amik ilyen kicsi picikék, ilyen kisebbek, és így elfértek így szépen ilyen dobozba. Például itt ez egy elég vicces kis dolog, ez úgy néz ki valójában, mint egy Mentos, viszont ez micsoda, egy Filztól. Elég megtévesztő még így videón keresztül is. Egyen lejjebb, hogyha megnézzük, ebben a fiókban ilyen különböző trükkök találhatóak, ugyanúgy becsomagolva nagyjából, mint a másikban, ilyen borítékokban, ilyen kisebb trükkök, ezeket már nem igazán használom, van található még itt egy ilyen zsák, és egy ilyen notesz, amit már nem használok, amihoz nem jegyzetelek papírra, úgyhogy ezt azóta nem használom, viszont eddig régebben abba jegyzeteltem, illetve különböző trükkök. Még egyen lejjebb találhatóak ilyen kötelek, egy egész sok adag, nagyjából sok adag kötél, illetve szivacs labdák is, valamint más különböző ilyen labdák. Úgyhogy ez volt itt ez a szekrény, ami itt van mindig így mellettem, minden nap így az asztalom mellett. Ez mellett, ez a szekrény mellett található egy másik ilyen polc. Itt található néhány ilyen könyv. Igazából nincs olyan sok könyvem, néhány ilyen bűvész szeskönyv, néhány random kártya. Ezek ilyen, mondjuk például itt van ez egy Velszi, ez egy elég érdekes kis ilyen 500 eurós kártya. Ez mellett található még két ilyen dobozban ilyen trükkök, mint mondtam, tényleg nincs olyan sok. Ebben különböző ilyen, hát nem is tudom, ilyen random dolgok találhatóak bennem, nagyjából ilyen trükkök leírásai, illetve dobozok vannak itt, ilyen borítékok,
is benne, hogy ezek ilyen trükköknek a leírásai, vagy borítékok, vagy dolgok, amiket én írtam le. Nézzük is meg, hogy mondjuk mi van ebben. Cukorka varázs trükk, A golyoskejjel cukorka varázslat, a rejtett golyó nincs ott. Labda eltűnik, és amikor kiállítjuk a kártyát, akkor esik ki. Jó, ezt nem tudom, hogy van ideírva. Lépjünk is tovább. Található ilyen tasak. Itt van még több ilyen trükk leírás. Cserélőzsáknak leírása. Különböző trükkök. Leírásai igazából ez így nagyjából. Erre van egy egész dolog. A leírás, illetve ilyen tasakok. Nagyon szeretem ezeket a tasakokat. Térjünk ki át a másik érdekesebb dobozra, amiben különböző ilyen trükkök találhatóak. Egyrészt van itt a tetején egy ilyen dolog, ezt aki tudja, az tudja, hogy mi, aki nem, az nem. Nézzük is, megtalálható egy sok adag ilyen papírpohár, valamint található, ez nagyon jó kis dolog, ezt úgy hívják, hogy fehér por. Ez slash powder, nem drog. Itt van egy nagyon jó kis dolog, Elephant Force, ezt szinte én találtam ki, vagy hát nem igazán, de ez elég jó. Ugye ilyen dolgok, ilyen állatok vannak ráírva, és te meg tudod jósolni, hogy a néző az melyiket fogja kiválasztani. Található a különböző kendők, valamint egy ilyen adag kártya, széttépve ez is egy trükköz való. Van egy csomó lufi, amit nem használok, mert marha nehéz felfújni. Illetve van itt ilyen lánc, valamint van itt még egy nagyon jó fidget spinner kártyadoboz. Ez életem szerintem legjobb alkotása volt. Úgyhogy ez így nagyjából ennyi. Van egy ilyen varázspálca, és van egy ilyen apró varázspálca, ezt én csináltam, az néz így ki. Úgyhogy ez a doboz is ennyi volt. Mint mondtam, tényleg nincs olyan sok dolog, én mostanában inkább ilyen kártyával szeretek szórakozni, úgyhogy én fizikai kellékből annyira sok nincs. De akkor kezdjünk is bele ezekbe a különböző tárolási típjeimbe. Az első az, hogy legyen mindennek helye. Mit is értek ez alatt? Illetve miért is jó, hogyha van mindennek helye, hogyha van minden kártyának, trükknek, kelléknek, minden apróságnak, különböző helye, különböző eszközöknek, szerszámoknak helye. Ez azért jó, mert hogyha elveszel valamit, és mondjuk használsz mondjuk egy kártyát, akkor rögtön, hogyha használtad, a helyére rakod vissza, hogyha különböző kellékeket használsz, hogyha visszarakod őket a helyére, akkor mindig tudod, hogy hol vannak, és majd nem kell őket keresni, hogyha valamikor kelleni fog. Nem lesz az, hogy mit tudom én, a kártyák között ott van egy selyemkendő, vagy bármi, és akkor össze-vissza vannak a kellékeid, mondjuk bedobálva egy dobozva, az nem jó. A következő ez is kapcsolódik, hogy figyelj a jó tárulásra. Például, hogy mondjuk van például selyemkendőket, ne gyűrd össze egy ilyen kupaszba, és újra le, mert akkor gyűrös lesz, és nem tudom, hogy ezeket vasalni lehet-e. Bár valószínűleg lehet, de akkor plusz dolgoznod kell, mint hogyha csak szépen leraknád valahova így laposan. Illetve még ilyen probléma lehet mondjuk a szivas labdáknál is, hogyha ők nagyon sokáig így össze vannak nyomva, akkor azt a alakjukat meg fogják tartani, és kicsit nehezebb lesz, hogy újra szépek legyenek. És egy következő, az nagyon hasznos, ami sok időt meg tud spórolni, hogyha leírod mindenhova, hogy illetve mindegyik kellékedre, hogy mi hol van, illetve hogy mi van benne. Nekem most pont ilyen átlátszó dobozaim vannak, úgyhogy ez elég jó. Viszont, hogyha mondjuk nem átlátszó dobozaid vannak, vagy valami szekrényed, akkor írd rá, hogy ebbe pont mi van, mondjuk ebbe szivaslabdák vannak, ebbe kötelek vannak, és így tovább, és akkor mindig tudni fogod, hogy melyikbe mi van, és nem kell majd keresgél kinyitnod 600 doboz, hogy megtaláld, hogy hol van egy gumikarika. Nekem most így hirtelen ennyi tipp jutott eszembe, viszont hogyha van neked bármi másféle tippet, hogy hogyan lehet jól tárolni, akkor írd rá a kommentbe, hogy mások is meg tudják ezt tudni. Viszont ez a videó ennyi is lett volna, hogyha tetszett neked, akkor nyomj el egy lájkot, illetve ha még nem vagy feliratkozva, és szeretnél különböző ilyen bűvészes tartalmakat látni, akkor iratkozz fel. Viszont ez a videó ennyi is lett volna, majd találkozunk a legközelebbiben. Sziasztok! Thank you.